Új templom Rakamazon szombaton szentelte fel a református püspök. Virtuális vasúti átrakó, digitálisan is megépítik a komplexumot Fényes Litkén. Vádemelés, 5 év fegyházat kér az ügyészség a nyírszeleki bűnszervezet vezetőire. Új templommal gazdagodott Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Rakamazon szentelték fel szombaton a város új református templomát. Ez a Kölcsei Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszter arról beszélt, olyan időket élünk, amikor különösen nagy szükség van a hitre, mint a megmaradás zálogára. 4 éven belül már a 3. új templom épült fel a nyírségi egyházmegye területén. Letisztult stílusú fehér templom, tetején csillag. Néhány hónapja már ez az épület az otthona a rakamazi református gyülekezetnek. A megye határán lévő kisvárosban mintegy 30-40 ember jár vasárnaponként református istentiszteletre, amelyet korábban az iskolában majd egy saját imaházban tudtak megtartani. Közel 10 éve gyűjtögettek a saját templomra, amely végül állami támogatás segítségével 170 millió forintból épülhetett meg. Alapkövét 2019. decemberében tették le, idén márciusban pedig már sor is került benne az első istentiszteletre. Az ünnepélyes átadóra azonban egészen múlt szombatig kellett várni. A templomnak a jelentősége pedig az, hogy itt, ahol római katolikus, görögkatolikus erős felekezeti kötődés van a városban, és van egy maroknyi reformátusság, ők sem maradjanak olyan istenháza nélkül, ami templomnak nevezhető. Ez egy kis ékszerdoboz, nem egy nagy katedrális, de lesz rajta mit belakni, és minden csoport, minden réteg meg fogja találni a helyét itt a rakamazi gyülekezet templomában. A hétvégi átadón a miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, a templom építése a jövőbe vetett hit bizonyítéka. Olyan időket élünk, amikor különösen nagy szükség van a hitre, mint a megmaradás zálogára. Ismét arra van szükség, hogyha ne is hegyeket mozgassunk meg, de egymásra tegyük a köveket és a téglákat, és ezáltal is közösséget építsünk. 4 éven belül ez már a 3. új templom a nyírségi egyházmegyében, amelynek a rakamazi a 78. egyház közössége. A térség országgyűlési képviselője szerint ez egy hitében erős gyülekezet, amely bízik a jövőben. Amikor megállunk, legelső gondolatunk az, hogy ennek a viszonylag kis létszámú gyülekezetnek milyen szép temploma van. Ez figyelmeztet minket arra, hogy ne ítéljünk elhamarkodottan, hiszen az erő nem mindig a sokaságban van, lehet egy kis közösségben is olyan nagy hit és szeretet, ami nagyobbá teszi őket, mint egy sokkal nagyobb, de hitetlen és közös célok nélküli közösséget. Rakamaz polgármestere arról beszélt, egy város olyan, mint egy nagy család, tagjai közös hittel, közös célokkal rendelkeznek. Közös hitünk alapja az volt, hogy tiszta szívvel tudtunk abban bízni, hogy ez a templom felépülhet. Közös hitünk alapja az, hogy abban reménykedünk, hogy a felépült rakamazi református templomban sokan fogják újra megtalálni hitüket, sokan fognak megnyugvást találni. Közös hitünk alapja az, hogy tudjuk, a templom olyan, mint a több száz éves diófa. Nem csak múltja van, hanem jövője is. Ez a templom a jövőnek épült. A rakamazi gyülekezetben igazi közösségi élet van. A tagok nem csak az Isten tiszteleten találkoznak egymással. Van férfi kara, a nők csoportos gyűléseket tartanak, és a gyerekeknek is vannak foglalkozásaik. Egyedülálló technológiai újdonságot jelentettek be a Fényes Litkei vasúti terminálon. Létrehozzák a logisztikai központ virtuális mását. A háromdimenziós program valós időben követi majd a komplexumban folyó munkát. Európa legnagyobb vasúti átrakója a tervek szerint jövő év elején kezdi meg működését. Begördült az első személy vonat Fényes Litke vasúti termináljára. A szerelvényen számos külföldi logisztikai szakember győződhetett meg a központ építésének jelenlegi állapotáról. A munkálatok jó ütemben haladnak a Margit szigetnél is nagyobb, 140 hektáros területen. A terminál építés körülbelül 80%-os készültségi foknál tart.
december közepére a teljes műszaki kiépítés befejeződik, csak az épületeken belüli munkák maradnak hátra, készen lesznek a burkolt felületek és az alépítményi munkák, kerítés készen van, elkezdik a darukat szerelni, tehát rendkívül pozitív hírről számolhatok be, határidőt tartani tudjuk. Azt már korábban bejelentették, hogy a logisztikai központ járműveit és óriás daruit 5G-s hálózaton keresztül távvezéléssel működtetik. Az ehhez szükséges programozást egy magyar startup cég valósítja meg, létrehozva gyakorlatilag a terminál virtuális másolatát. Ennek a programnak a segítségével valós időben, háromdimenziós térben ellenőrizhető a terminál működése. Vasúti szerelvények mozgását ugye váltó rendszerek irányítják, és a különböző váltó rendszereknek az állapotait egy nagyon hatékony kijelző rendszeren figyelhetik meg, ami nem igényel egy jelentős kognitív terhelést, nem táblázatokat, nem számokat kell az operátoroknak használni, hanem lényegében, mint egy számítógépes játékprogram, egy nagyon könnyen követhető, nagyon könnyen érthető módon végezhetik a munkájukat. A terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert képes lesz mozgatni. Kapacitását és területét tekintve is ez lesz a kontinens legnagyobb ilyen létesítménye. Az átrakodó Szabolcs-Szatmár Bereg megye gazdasági stabilitásához is nagyban hozzájárulhat. Nyilván az áruszállítás az azt jelenti, hogy több ember számára lehet munkát adni, több munka az pedig nagyobb biztonságot jelent és jobb megélhetést. Én azt gondolom, hogy ez a beruházás viszont nem csak a megye szempontjából, hanem az egész Kárpát-medence szempontjából egy óriási volumenűnek tekinthető, és Magyarországot Európa térképén pozícionálja abban a tekintetben, hogy a keletről érkező, nyugatról érkező áruszállításnak ez valóban egy ilyen központja lehet. A terminál építését idén januárban kezdték meg. A beruházók számára fontos, hogy elsődlegesen a térségben élő szakembereket bízzák meg a munkálatokkal. Fényes Litkéről is többen járnak ide dolgozni, akiket minden szempontból megbecsülnek, mondta el a település polgármestere. Egy olyan munkakultúrát hoznak be, nem csak a kivitelezésnél, hanem majd a működtetésnél is, ami... Én azt mondom, nagyon fontos a térség számára, példát mutat abban, hogy az itt lévő nagy beruházók, illetve a nagy befektetők, akik eddig is vannak, vagy cégek, igenis mennyire fontos a munkaerő. Ilyen szempontból nem csak bérben, hanem munkakörülményekben is egy olyan fejlesztés lesz, ami nagyon látványos, meg inkább azt mondom, hogy a ember közeli. Az Ázsiát Európával összekötő terminál próbaüzeme a tervek szerint 2022 első heteiben kezdődik. Tavasztól pedig már élesben is megindulhat a vasúti kereskedelem. Vádat emelt az ügyészség az ellen a testvérpár ellen, akik illegális dohányfeldolgozót üzemeltettek Nyírszelek közelében. A bűnszervezet 2018 ősze és 2019 tavasza között közel 5000 kg vágott dohányt értékesített. A szervezetet irányító vádlottakat beismerő vallomás esetén 5-5 év fegyházbüntetésre és 4 millió forintos pénzbírságra ítélhetik. Mintha csak egy akciófilm jeleneteit látnánk. Fejkameráról rögzítette a Nemzeti Adó és Vámhivatal azt az akciót még, amikor 2019-ben illegális dohányfeldolgozót lepleztek le. A NAV munkatársai éppen a dohánylevelek aprítása és csomagolása közben kapták el az elkövetőket. A testvér pár Lengyelországból szerezte be a szárított dohányleveleket, amit feldolgozás után Szabolcs-Szatmár Bereg megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében adtak el. Volt három alkalmazottjuk is a telepen, akik lényegében a dohány feldolgozását végezték. Darabolták, szeletelték, kimérték, zacskózták és előkészítették további értékesítésre. Kilónként 3000 forintért adták el a vágott dohányt az orgazdáknak a vádlottak. Az orgazdák pedig 600 forintot tettek rá kilónként, és ez volt az ő hasznuk, így értékesítették a dohányfogyasztóknak, a végfelhasználóknak. A vád szerint több mint fél évig végezték ezt a tevékenységet egy Nyírszelekhez közeli telephelyen. A szervezet közel 5000 kg vágott dohányt tudott eladni, amivel 128 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A nyomozás során lefoglaltak az utolsó szállítmányt, illetve vágott dohányt is, illetve a gépeket.
Az ügyészség a vádiratban azt indítványozta, hogy amennyiben a vádlottak beismerő vallomást tesznek és nem ragaszkodnak a tárgyalás megtartásához, akkor a testvérpár, mint a bűnszervezet irányítóival szemben 5-5 év fegyházbüntetést szabjon ki a bíróság, tiltsa el őket a közügyektől, vagyonelkobzást is rendeljen el velük szemben a gazdagodás erejéig, és pénzbüntetésre is ítélje őket. A bűnszervezetet vezető testvérpár társaira a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei főügyészség 4-4,5 éves fegyházbüntetést, pénzbüntetést és vagyonelkobzást. Az eladásban közreműködő orgazdákra pedig felfüggesztett börtönbüntetést kért. Az eljárás a nyíregyházi törvényszéken folytatódik. Több mint 150 éves tölgyeket és közel 70 éves akácfákat vágnak ki a sóstói erdőben. A kitermelt faanyag egy részét értékesítik, más részét ipari célra használják fel, de jut belőle a rövidesen induló szociális tűzifa programba is. Az erdei tornapálya közelében kirándulóktól fokozott odafigyelést kérnek a nyírerdő munkatársai a munkálatok befejezéséig. Dől az akácfa, a következő napokban pedig a vastagabb törzsű tölgyek is eltűnnek a sóstói erdő egy részéről. A hét közepén az erdei tornapálya játszótere mögött kezdtek fakitermelési munkálatokba a nyírerdő munkatársai. A következő 3-4 hétben itt, valamint a Tölgyes utcától délre fekvő területen dolgoznak majd a gépek és a szakemberek. Ezeknek a fáknak a nagy része szinte már teljesen kiszáradt, több évtizede vágás érettek, így a baleset veszély elkerülése érdekében is fontos az erdőrészek felújítása. Ez a fakitermelési munka a korábbi évekhez hasonló indokból kezdődött el. Gyakorlatilag a sóstói parkerdő, sóstói erdő igen idős állományai, gyakorlatilag a biológiai vágás érettségi korukat is meghaladták. Nem halogatható ezeknek a felújítása. Hát ez a fakitermelés igazából az erdőfajítás megelőző munkaművelet. Ez a konkrét erdőrészet nem egészen egy hektár itt a erdei tornapálya mellett. Egy 150-160 éves tölgyfákból álló erdő, amiben 60-70 éves akácok foglalnak helyet. Természetvédelmi és parkerdei megfontolások miatt kis lépésekkel haladnak a munkálatok, ráadásul rengeteg utómunka vár még a szakemberekre. A méretre vágott akác és tölgyfákat koruk és méretük szerint használják fel, a kitermelt területet pedig még a tavasz megkezdése előtt újra telepítik. A fakitermelés során kikerülő faanyag felkészítésre kerül, nagyon nagy része tűzifa a minőségi romlás miatt értékesítésre fog kerülni. A most induló szociális tűzifában fog valószínűleg értékesülni. A keletkező kevés ipari fát egyrészt saját fafeldolgozó üzemünkbe feldolgozzuk, illetve szintén értékesítésre kerül. A fakitermelés befejezését követően egy vágástakarítást fogunk elvégezni, ahol a visszamaradó vágástéri hulladékot elszállítjuk, ledaráljuk itt a helyszínen. Ezt követően pedig talajelégítési munkák fognak következni, majd tavaszig mindenképpen az erdőfajítás fog történni. A munkálatok lezárt helyszínére tilos belépni, a következő hetekre pedig néhány séta és futó ösvényt is lezártak. A nyírerdő szakemberei fokozott odafigyelést kérnek az erdőjáróktól, különösen a gyermekekkel kilátogató szülőktől és pedagógusoktól, hiszen akár csak egy darab elszáradt, leszakadó faág is életveszélyes sérülést okozhat. Hármas karambol történt hétfőn délelőtt Nyíregyházán, a Berenát utca és a Kemecsei út kereszteződésében. Egy autós az első információk szerint azért, mert nem tartott kellő követési távolságot, belerohant egy autóba, amelyet nekilökött egy harmadik járműnek is. Személyi sérülés nem történt, de az anyagi kár jelentős. A rendőrség a helyszínelés és a műszaki mentés idejére korlátozta a forgalmat a csomópontban. Tovább emelkedik az üzemanyagok ára szerdától. A holtankoljak.hu információi szerint a 95-ös benzin literjéért 5 forinttal, a gázolajért 7 forinttal kérnek többet a kutakon. Így a 95-ös benzin átlagos ára 496 forint, a gázolaj pedig 512 forintba kerül szerdától. Soha ilyen drága még nem volt az üzemanyagok ára Magyarországon.
Egy pontot szerzett a kisvárdai labdarúgó csapat az NB1 9. fordulójában. João Janeiro együttese hazai pályán egy órán át emberhátrányban futballozva 0-0-ás döntetlent játszott az Újpesttel. A tabella első helyén álló Kisvárda pénteken az 5. Paks otthonában vendégszerepel. Gól nélküli döntetlent játszott a Nyíregyháza Spartakusz is, a Spari Kecskeméten szerzett egy pontot. Az NB2 13. fordulójában Szergely Pacay együttese vasárnap nap a Szolnokot fogadja. Megszerezte első győzelmét az A csoportban a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a 6. fordulóban Sopronban léptek pályára, és 90-82-re verték ellenfelüket. Pető Ákos együttese vasárnap a Körmendet fogadja a Continental Arénában. Az új szerzeménnyel, a chilei válogatott centerrel, Manuel Suárezzel a keretben utazott le Sopronban Nyíregyháza, amely az első negyed végére 5 pontos vezetést szerzett. A második 10 percben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz a cápák, és a játék képe a folytatásban sem változott. 3 negyedet követően már 18 ponttal vezettek a vendégek. A házigazda az utolsó negyedben mindent megpróbált, de csak faragni tudott hátrányából, így a nyíregyháziak végül 8 pontos győzelemmel vetettek véget nyeretlenségi sorozatuknak. Nagyon elszánt csapattal érkeztünk, itt az új játékos is, bár csak belecsöppent a dolgokba, de nagyon, nagyon jól átérezte, és ő is nagyon fogadkozott, mondta, hogy nyerni fogunk. Át kellett lendülnünk a holdponton, főleg az elején, mert zaklatott hetünk volt a sok utazással, de ez nagyon, nagyon rendben volt a csapat fejben, és nagyon jól járattuk a labdát az első félidőben, és ez nagyon, nagyon nagy kulcs volt. És a második félidőben a Sopronnak kicsit védekezésén változtatnia kellett, amikor pedig nagyon jó hátsó befutásokból és labda nélküli mozgással meg tudtuk őket verni. A forduló további eredményei a következők: Szolnok-Pécs 80-78, Szeged-Oroszlány 64-73, Atomerőműese Zalaegerszeg 72-80, Szombathely-Kaposvár 85-70, Debrecen-Körment 76-89 és Albafehérvár-Kecskemét 91-93. A tabella élén a Szombathely áll 100%-os teljesítménnyel, míg a Nyíregyháza továbbra is sereghajtó, egy győzelemmel is 6 vereséggel. Mohácsi Máté reményei szerint az első győzelmet követően megindulnak felfelé a tabellán. Természetesen nagyon vártuk, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy én azt gondolom, hogy az igazi szezon az most kezdődött számunkra. Ugye Tóth Gergely váratlan távozásával teljesen meg kellett változtatni a csapat összetételét, és bele kellett nyúlni jobban, hiszen nem maradt centerünk, illetve csak egy klasszikus centerünk maradt, és így a chilei válogatott Manny Suárez érkezésével egy teljesen új szezon indul el, és látjuk, hogy mennyivel jobban tud játszani a csapat, hogyha érkezik az a várovárt segítség. Bővebb a rotáció, és jobban megy a labda is, úgyhogy nagyon örülök, hogy megjött, és annak is, hogy a játékosok egyből befogadták, és ilyen teljesítményt tudtak nyújtani ezen a mérkőzésen. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb vasárnap lép pályára. Akkor a 3 győzelemmel és 2 vereséggel a tabella 5. helyén álló Körmend látogat a Continental Arénába. Győzelemmel kezdte a bajnokságot a Fátum Nyíregyháza. Németh Szabolcs együttese az Extra Liga nyitó fordulójában Kaposváron nyert 3-0-ra. A nyíregyházi röplabdázók pénteken az Újpestet fogadják. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új templommal gazdagodott Szabolcs-Szatmár Bereg megye, Rakamazon szentelték fel szombaton a város új református templomát. 4 éven belül már a 3. új templom épült fel a nyírségi egyházmegye területén. Egyedül álló technológiai újdonságot jelentettek be a Fényes-Litkei vasúti terminálon. Létrehozzák a logisztikai központ virtuális mását. A 3-dimenziós program valós időben követi majd a komplexumban folyó munkát. Európa legnagyobb vasúti átrakója a tervek szerint jövő év elején kezdi meg működését. Vádat emelt az ügyészség az ellen, a testvérpár ellen, akik illegális dohányfeldolgozót üzemeltettek Nyírtelek közelében. A bűnszervezet 2018 ősze és 2019 tavasza között közel 5000 kg vágott dohányt értékesített. A szervezetet irányító vádlottakat beismerő vallomás esetén 5-5 év fegyházbüntetésre és 4 millió forintos pénzbírságra ítélhetik. Október 18-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hétfőn este szorványosan fordulhat csak elő zápor-zivatar, hajnalra 4 és 6 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden napközben a maihoz hasonló őszi időjárás várható, eső nem valószínű. Délután többnyire 13-17 fokot mérhetnek. A hét további részében csütörtökig nő, majd fokozatosan csökken a nappali felmelegedés, a hétvégére 14 foknál melegebbre nem lehet számítani.